You're my angel, you're my darling angel. Ez megy éppen a Independence-en. Baby. Independence akkor a Kb. Ennyit értek belőle. És én mindig nem hagyom abba. Mi? Kezdünk is valamikor? Ja. Ja. Ezt fölvetted legalább? Na, ez megy az elejére. Na ne. De. Legalább különlag már föl. Nem. Jó, van, na. Szívják ezt. Csak már nem megy az a zene. Csak már ne ezzel indítsunk már. De. Üdvözlök mindenkit, én Roli vagyok, és itt van velem, amit látjátok, Hessa, alias Izzi. És hát folytatjuk ugye a korrepetálást, ugye a GTA-ba, hogy hogyan lehet a trénert kihasználni, nem csak arra, hogy ugye bárhogy nódokat pakolgassunk meg egyebek. És a második részben ugye azt terveztük, hogy így, inkább így a kocsikra térünk ki, hogyan lehet színezni őket mindenféle módon, hogyan lehet buzissá tenni, hogyan lehet férfiassá tenni, aztán hogyan lehet tuningolni, mondjuk a spawnolás, az, azt is megmutatjuk, hogy hogyan lehet spawnolni, aki netán-tán nem tudná, hidrolika, neon, egyéb ilyen cuccokat alápakolni, eltüntetni, meg mindenféle ilyen nyavajákat terveztünk ebbe a videóba. No, elsőben ugyebár egy Banshee-ba vagyunk, és ezen fogjuk ugye bemutatni, hogyan lehet színezni a kocsikat, mert ezen azért több fajta lehetőség van, jobban látszik az, hogy ugye a több opciós színezés, ezen jobban látszik, mit tudom én, egy tököm tudja milyen alapautó. Na, lényeg. Jó, meg ugye, tréner, F3, és a többi, és a többi. Színezés például, ott van olyan, hogy Car Options, és a második oldalon van olyan, hogy Car Color Menu. Car First Color, ugye a alapszínét, ugye, amit én itt tekerek, mint a húzat. Úgy döntöttem, hogy mit várjál, mindjárt kitalálok valami faszakis színt. Azt mondja, hogy ez jó. Ilyen faszakis kék. Hát, ha neked ilyen színed van. Nekem kék. A második, ugye a csíkozás fogja változtatni. Jó, nyilván más kocsinál más fog színezni, de ugye ez a másodlagos színnek felel meg. Ugye, mint second. Ugye ez nevéből adódik, hogy second. Meg ide valami, ez a piros, ez tetszik is. A harmadik szín az festésnek az árnyalata. Már sikerült eltalálni jól. Na, itt van például, ez jól látszik, ahogy rásüt a nap. Az eleje ugye kék, a hátulja ilyen, hát ilyen hányás színű. Sárgás. Hányás, sárgás. Ugye ezt mondjuk lehet bármire változtatni, amin mondjuk itt van például ez a lilás, rózsaszínes valami. Úgy.
Az utolsó szint ezzel nem tudjuk megmutatni, mert ennek pont nem olyanok a kerekei, de ez a keréknek a festése lenne. Hát mit tudom én? Hát van ilyen. Alapban van vannak ilyen. Ezek a save to change, bla bla bla. Ezekkel tudjuk menteni a szint, és később a mellette lévő billentyűn kombinációval előhívni. Na, mit tudom. Akkor elmentem én is, ez tök jó az a szín. Kombináció? Úgy. Így már vannak beállított színeink. Jobb kontroll, numerikus. Itt van például, mit tudom én. 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as. Most igen. Mondjuk én is átváltok, mit tudom én. Num, izére itt van, látjátok, tök alapszíne van, de hogyha mit tudom én, kontroll num 4-et megnyomjátok, akkor ugye visszahozza ezt a szint, amit beállítottál, itt van többféle szín van. Kár is cleaned, jó, nem ezt akartam. Ja, na, igen, a kocsi, nagyon piszkos le lehet takarítani. Jobb kontroll, num 3-mal. Kár is cleared. Na, úgyhogy lehet váltogatni mindenféle módon. No. Ja, meg a gyors javításmód az jobb kontroll num 1. Igen. Itt a késérő kárfixet. Többen is kérdezték egyébként, aztán pont Tomó videója alatt, hogy mivel lehet javítani. Hogy lehet megjavítani gyorsan. Már közben nem szól a zene. Nem is baj az. Aztán várjunk csak. Igen, van itt egy flipünk. Az a jobb kontroll. Várjál, csak adok hangot a zenére. Azért csak nem borítom fel a kocsit, hogy megmutassam, mindegy. A jobb kontroll nulla pedig az ajtók bezárása. Ezzel jól lehet szórakozni, amikor valaki be akar mellénk ülni. Jobb kontroll num nulla. Ki lehet nyitni, és be lehet zárni. Ezzel szórakoztam sokat Misulán. Na. Szerintem akkor ezzel a színezéssel végeztünk is. Igen. Mindegy, én félreállok ide. Detto. Aztán, ugye, ha már itt tartunk, akkor kocsi spawnolás is, mert közben lehalkítom az egyetlen, már túl hangos. Na, én addig megmutatom. Car spawning menü. És itt lehet kiválasztani a kocsikat. Itt vannak név szerint. Egy idő után már fejből fogja mindenki vágni, hogy milyen kocsi, micsoda. Na, mondjuk például válasszuk a Sentinelt, amelyikkel azért lehet tuningolni is. Igen, bemutatjuk gyorsan a tuningolást. Ó, de szép színed van. Neked is. Ja, itt van! Itt na, itt például... meg lehet mutatni, hogy milyen a kerékfestés. Ennyi. Másodlagos szín, mi? Na ja. Na. Oké, és akkor Car Options menü, második oldal. És ott van egy olyan, hogy Add Car Components. Na jó. Arra nyomjunk rá, és így lehet váltogatni. Várjunk. Az elsőnél nem is látom, hogy egyébként mit rak rá. Általában az első a kipufogó. Ja nem, a hátulján egy kis szöveg van. Jó. Azt villogtatja. Nézd meg a seggét a kocsinak. Nem, a kipufogó. Nálad az első kipufogó? Várjál. Kipufogó. Na, hát akkor haladjunk tovább. Második az mit csinál? Az a szöveg a seggén. Aztán nem. A kipufogó és a ne lásd ki ablak. Ó, kis spoilerecske. Annyi. És az elején a lyukacskák. Hatodik a izé spoiler, hetedik meg a lyukak. Az már is. Cuki az állt. Cuki mi? Ez sem a buzis á. Ja, de szép színe van az autódnak. Hát megkérdezzük Gregorynak a Vilcsijét. A Vilcsijét? Mi a Vilcsid a kocsimról? Úristen. Fúj. Na akkor most belépek az Options menübe, és rakok rá mondjuk... Hát először a hidraulikát rakom rá szerintem. Várj, ez melyik is van? Várjál, hülyeséget beszélek, Car Options menübe van. Azért mondom. Igen. Várjál, nem. Várjál, mutatok még rakjál már éjszakát. Van megint. Na figyeljetek, éjszakát, a Neon miatt. Ja igen, éjszakát az úgy kell rakni, ha már itt tartunk, akkor Time beállítod ott a mit tudom én mennyit, Evening például, a Beatarne például az, hogy eső vagy nem eső, vagy mit tudom én, ilyen időjárás lehet beállítani. Ez jó az a mat. Tökéletes. No. Na, szóval. Car Options menü. Na azért mondjuk már itt végig nagyjából. Az első az a Car Guard mód, ne törjön a kocsink egyáltalán. Ó, nagy hülyeség. Elmenteni az autót, bezárni az ajtókat, ezt már mondtam.
visszafordítani, nem, megjavítani, visszafordítani, tisztítani. Itt vannak a színek, amik be voltak állítva. Ó, alatta. Rotáció, hát, vagy mi 90 fokkal elfordítani. Ez lehet szórakozni, hogy nyomba tartod, akkor ez történik. Várjál, akkor... A szerencsekerék, hol fog beállni? Nyissuk ki az egyik ajtót, nyissuk ki a másik ajtót. Na. Na, ez becsukta a csaj, figyelted? Á, ez hülye. Nekem is becsukta. Fölnyitni a motorháztetőt. És itt van, amikor az összeset kinyitod. Igen. Hogy lehet visszacsukni? Bekapcsolni a riasztót, majd mindjárt az is ott lesz. Ezt visszakapcsoltam. Azt mondja, leállítani a motort újra. Jó, itt van, close all doors. És itt vannak a close-ok. Aha. Azért úgy mutatom már, hogy látsz. Ja, le is lehet állítani a kocsit. Rajta maradt a riasztó neked. Nekem nem. De. Na most. Nekem nem. De. Itt van az Invisible Car. Invisible Playerrel. És itt vannak a neonok, ez az. Na. De én nem kéket akartam. Ja, itt alatt be lehet állítani. Közben beállítom a színemet. Újra. Na, és itt van alatta még egyel a Set Neon Light. Be lehet állítani, milyen színű legyen. Fehér, narancs, zöld, piros, kék. De nekem nem állítja át kékről. Hát nem, még rajtad van a kék, vagy mi alattad. Most átállítom fehérre. Elég szarú fest. Narancs. Ohohoho. Ehhez mit szólsz? Kis démon. Csak vigyázzatok, mert ez az objekttel oldja meg. Tehát van valami a kocsiban vagy alatt. Úgyhogy ha építkeztek, akkor kimondottan látszik sajnos. Meg eltűnhetnek objektek, hogy a pont 70 a betöltött, és még ilyen fények is vannak. Egyebek. Azt mondja, mik ezek a izék, hallod? Mi Knight Rider-es kocsi lett belőle? Igen, mert te piros fény... Nem, rózsaszínt raktál rá. Jaj. Na mindegy, itt van a kocsikoszosító. De hülyén hangzik ez a szó? Kocsikoszosító? Igen. Itt kell tönkretenni a kocsit, megjavítani, tönkretenni. Most Nikó lennék, most üvöltene, hogy... Oh, fuck sake. Na, itt van a hidraulika. És akkor innentől kezdve lehet. Numerikus billentyűke. Így pattogtattam annak idején a, hogy hívják ott is. A Dino-t. Szia! Csá! Na, azt akkor lépjünk vissza. Ez, nekem is ez a kedvencem azért. Na, azt mondja, kocsi élete, ez hót nagy hülyeség, be lehet állítani, hogy mennyit bírjon. De ha be van nyomva a gádmód, nem kell vele foglalkozni. Jaj, itt a kocsi leeresztése. Újjaj. Puff, nekem ez nagyon le van most állítva. Hát jó, itt lehet beállítani, hogy milyen mélyen legyen. Várjál már, izé, le vagyok maradva. Vesd magadra, 18-asnál. Ma alig mozgok. 20 a max. Ez azért elég brutál. Na, ezzel ne foglalkozunk. Szetkár alfa. Ez csak a kocsi élettartama, az mindegy. Tik, hogy le lehet ültetni. Nem érdekes. De akkor nem lehet kanyarodni. Aha. Van itt egy olyan, hogy lock kamera, ez azoknak jók, akik nem igazán vannak hozzászokva még ez a játékhoz, hogy az egeret is fordítsák. Ez úgy középre zárja a kamerát is, mint a GTA 4-ben. Négyben ilyen vagyok. Vice City-ben meg egyebek. Csak ugyebár van ilyen ugrálós dolog benne. Nyomod az előrét, akkor ilyen szarul néz ki. De hát például szülőt akarunk odaültetni, pont jó. Igen, kár, hát nem érdekes. Ja, itt van a Nitro. Nitro, Enable, Disable, Nitro. Melyikkel kell a Nitro-t nyomni, azt mondom, nem tudom. Micsoda? Hogyan kell Nitro-t nyomni? Ja, kapcsolókkal, de csak ha elég gyors vagy.
Igen, ez most limitesre lett beállítva, de... Ha kikapcsolom a limitet, akkor... Non-stop nyomhatom. Uá! Set Nitron level. Ja, ez hogy milyen színű legyen az a... bögre ott mellettünk. Ez a limit. Mit tudom, beállítom rózsaszínre. Hoppá! Roli elment. Akkor egy pillanat is folytatjuk. No, hát akkor egy kis technikai probléma miatt Izinek ugye elment a hete, elméletileg. Úgyhogy innen folytatjuk, mert még van egy-két dolog, amit még szeretnénk elmagyarázni. Közben gyúrjunk. Csak ne lihek hozzá úgy, mint múltkor. Ez akkor is gond is. Na. Na. Carspawning menü, és most lekérünk egy Faggio 2-t. Az itt van bár, a nem tudom. Vehicle. Az utolsó oldal. Ja. Ja. Faggio 2. Milyen cuki izé. Vespát. Várj egy kicsit, beállítok valami rendes időjárást már. Ez lenne az. Ez lenne az, igen. Úgy, na. Ismerős. Hát, kedvenc izé. Na. Amit itt meg szeretnénk mutatni, az ott van például, várja, ne pattogja. Figyelj, úgy váltom a szint, ahogy pattogok. Na mindegy. Az de jó színe van így. Nálam lebegsz. Nem lebegek. De. Akkor szar a neted. Nem a netem szar, már megint bugol a játék. Oké, okay, akkor Car Options menü második oldal és Set Car Livery. Rögtön a... mi a Seabelt? Ott a izé. Fosunk alatt tudjuk változtatni a... izéjét, a színeit annak a nyavajának. Igen, egy itt van, én győzikés leszek. Nekem jó az a lila, ami volt. Csak megmutatni akartam, hogy hogy lehet ilyen kiegészítőket. Van olyan kocsi, aminek a szélvédőire lehet ilyen... mi az? Pompom kockák, vagy mi ez? Dobókockák. Pompom kockák. De figyelj, nem tudom, hogy hívják. Na, akkor ugye az options menüben még egy rakás dolgot nem mutattunk meg, de hát ez van. Ezek nem érdekesek. Törölni a safe car. Itt van, hogy autót hozzáilleszteni Skylifthez. Ez is csak ebben van. Melyik? Tudod, az várj, a hülye repülő. Vagy mi az? Helikopter. Ez a Skylift. Hát, még megtalálnám így. Itt van. Ehhez kocsit hozzáilleszteni. Ez de jó. Heli. Mhm. Na, kiszállok. Mondom, kiszállok? Elraboltak, segítség. Na, menjünk innen. Ez melyik járgány? Skylift. Mi? Skylift. Na és most esik ki. Tér iszonyos a csaj, vagy nem tudom. Mm. Jó cucc. Aha, az. az. Közben mutatom a többit. Hát mondjuk akkor egy igazi kocsiba szálljunk már benne valami bocakba. Jó. Hogyan lehet téged fölvenni? Engem sehogy, lespawnolsz egy kocsit és azt tudod elméletileg megemelni. Elméletileg. Hozzátenem, hogy még nem láttam élesbe. Illetve azt csak te láthatod. Ki is próbálom, várja. Előbb le kell csomna spawnolni egy kocsit, nem? Most spawnolok le. Na, igen, azt mondja... Aha! Jó, van ez hülyeség. Passenger. Ezt tök jó, át lehet ugrani. Most nem én vezettem. Vajon a rendőrök ezt beveszik? Ja, itt vannak az ablakok eltávolítása, mármint ilyen lenne ablakom. El lehetne távolítani őket. Azt mondja, hogy... Independence FM-re ugrás. Mindjárt jobb. Ez a riasztó be. Nézd be csak a fényei. Te nem emeli föl. Hát mondtam, hogy nem mindig. Én még élesben nem láttam, csak hogy van ilyen is. De szerintem csak single-ben működik az. Lehetséges. Na, nem tudom. Itt van a color menü, ezt már mutattuk. Car speed up. De gyorsítani. Látom, akkor úgyis ott a gyors gombja az U.
Igen, van gyors gomb, úgyhogy nem kell így szenvedni. Super break az amúgy is, meg a... Slowdown. Jó, akinek arab a billentyűzete, hát az így járt. Vagy Amcsi. Azt mondja, set car bomb. Na ez szép, ezt megmutatom. Na mi van? Közben Tomónak az introjának zenéje szól. Egy finoman bepöccintjük ide. És itt van, hogy... Ups, az mi volt? Te láttál a banást? Hát nekem csak leszakadt a tetej. Hát nálam is csak ott maradt fölötte. Na. Na várjál, hogy is volt ez? Car options. Mert te mit akarsz? Ugyanaz, mint én? Aha. Ott van a car options menü, második oldal és set car bomb. Akkor rakunk már egy kocsit is. Hol a rákba? Az alján fő? Mondom, második oldal és... Igen. Ott van egy olyan, hogy set car bomb, az set car komponent alatt van egyel. De tényleg? Megnézem már én is. Na kíváncsi vagyok. Itt mindig megbotlik. Nekem is. Mindegy, itt arra visz, be a kocsi mögé és már illeszted is. Akkor nem félünk. Ops, ez robbant. Ez már robbant. Dobok már még egy kocsit. De megakad, akkor hogy tudom megoldani? Hát mondom, bemész a kocsi mögé és nyomsz még egyet. Ja, tényleg. Amúgy a kocsikat is le lehet hívni gyors gombbal. Itt van a... az alt A. Turizmo. Alt B. Komet. Alt C. És így lehet végigmenni az ABC-n. D, E. Mikor robban már? Hát ha megnyomod alatta a cuccot. Most mozduljak. Jól vagyok. Hát ha rácuppantottad, akkor alatta van egy trigger car bomb. Azt nyom meg. Ja. Yeah. Az igen. Hallottál robbanást? Nem. Isten. Én igen. Na, turn a taxi lights, ez csak taxikra érvényes, rádióállomások, ez a bekapcsolni a biztonsági övet, szívet. Marhára szükség van benne. Hát, van aki kiesik, figyú. Speciál guard mód, bekapcs, kikapcs, ez hülyeség, nem szoktuk használni. Blips, nem érdekes. Ez se. Igen. Minden car blips. Eltávolítás, hülyeség. Explosív, safe car. Ez jó, mert hogyha elmentesz egy kocsit, akkor föl tudod robbantani. Most szépen elmentettem a kocsit. És kipróbáljuk, hogy mennyire robban. Mint az állat. Ennyire. Ajaj. Ezt már láttam. Na, ezt figyeld! Várjál, maradj itt. Azt mondja, hogy... Nem igaz. Há? Ez elméletileg az menne, hogy a legközelebbi kocsiban, mint utas beülünk. De nem észled másik drivert. Gondolom, ez csak single-ben érvényes. Jaj, ez másik jó. Ez single-ben ilyen porhintés. Be tudod törni az ablakot, ennyi. Nincs egy ablakom se. Szülyeség. Freeze car. Ez viszont jó. Nem lehet vele kanyarodni, meg tudod állítani. Szeretettereknél ja, szoktunk használni. Pont a Martin trollkodott vele az egyik ilyen pályán. Amikor megállt, aztán tudod? Aha. Nem emlékszel? Emlékszem. Na várj egy kicsit, én akkor ezt a helikoptert... Na, ezt figyeld. Ezt itt frízelem, és dobok bele egy emberkét, aki elméletileg vezetni fogja helyettem, egy helyben. És kész is egy remek alap egy játékhoz. Játszunk egy játékot, ja, az nem az. F6-tal lehet onnantól már csak mozdítani ezt a szart. Ez hülyeség, típusok, ez meg a save és load card, semmire nem működik, nem használható. Szerintem ennyi. Szerinted? Szerintem is.
Hova repültél? Ja, itt vagy. Csak kipróbáltam, hogy mi történik, hogyha belemászok abba a propellerbe. És hát meghaltam. Nem mondod. Na, hát akkor most már köszönjük akkor véglegesen a figyelmet. Gyere már ide mellém, ne egyedül fejezzük be. Nem tudok oda menni, mivel betöltés nyomat állandóan, úgyhogy szerintem kifagytam. Az az igazi. Na jó van akkor. Hölgyeim és uraim, köszönjük a figyelmet. Szevasztok. Halihó. És megint jön a lényeg. I'm my angel, you're my darling angel. Baby, you're my angel, you're my darling angel. Ennyi refrén nincs is abban a zenében, végtelenítő van. Angel, you're my darling, még mindig refrén van. Angel, you're my angel, baby. Az nekem, nem hiszem, hogy nincs vége már ennek a számnak. Nyomj egy N betűt. Miért nem ezzel kezdted?